Sok olyan ember van, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy szebbé tegyék a reggeleinket. Igazi reggeli hősök. De egy valaki mindannyiunknak ott volt gyerekkorunkban. Az édesanyánk. Hogy mindenki nevében egy kicsit visszaadjak, anyák napja alkalmából a kepivel karöltve néhány édesanyának én fogom szebbé varázsolni a napját. Vannak ők nekem, és boldoggá tesznek, és gondoskodhatom róluk. Volt sokszor, és van olyan pillanat, amikor érzem, hogy nehéz, de meg kell oldanunk, és együtt meg is fogjuk oldani. Ezt a boldogságot más nem tudja megadni, mint ez a sok gyerek, aki nyizsizik körülöttem, és csodálatos tényleg. Hoztam magammal egy csomag francia kártyát. Egy személyre szabott trükköt szeretnék neked ma itt mutatni, jó? Kicsit megkeverjük meg, el is emeljük a csomagot. Edith, én arra szeretnének kérni téged, hogy tedd ki így a bal kezedet. Ráteszem a bal kezedre a csomagot. Fogd meg. Fogd. Ne csúszod, jó? És arra kérnek, hogy az asztalra emelj le valamennyi lapot a csomag tetejéről. Ha akarsz, emelhetsz még rá, vagy megállhatsz. Ezeket akkor félretesszük. Arra kérnélek, hogy számolj le ide az asztalra néhány lapot a csomag tetejéről. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lap. Többit félretesszük. A csomagot megkevertük, elemeltük, te elemeltél róla a lapokat, még aztán még több lapot leemeltél róla, és onnan, ahonnan te szeretted volna, számoltad le ezt a néhány lapot, igaz? Igen. Nyilván ezt én nem tudom befolyásolni. Mondtam, hogy valamilyen személyre szabott dolgot fogunk most csinálni. 5 gyereked van, ugye? Igen. Megkérdezhetem, hogy a legidősebb gyereket hány éves? 13. 13. A következő gyereket hány éves? 12. 12. A következő gyereket hány éves? 9. 9. És a következő? 7. 7. És a legfiatalabb? Három. Ez kész. Hú. Négy gyerekem van. Nagyon-nagyon sok örömet tudnak nekem okozni. Mi elvesztettük a lakásunkat, és a gyerekek iskolájában az igazgató helyettes segített bekerülni a Csepelanyi otthonba, hogy együtt tudjon maradni a család. A világon a legtöbb boldogságot a gyerekek okozzák, a mosolyukkal, a viselkedésükkel, a szeretetükkel. Figyelj csak, megkérhetlek, hogy elveszed ezt a almaleves üveget. Igen. Kinyitod, és az almalevet kitöltöd a pohárba belőle. Az utolsó cseppig nyugodtan. Kérlek, hogy zárd vissza a papot a tetejére. Elkérem az üveget. Megfogjuk ezt a csomagkártyát, és meg fogom próbálni belerakni ezt a csomagkártyát ebbe az üvegbe. És tényleg. Sokan azt mondják, hogy valószínűleg van egy vágás az üvegen, és itt van a dolognak a lényeg ellásról. Nézd! Le fogjuk venni a üvegről a külsőt, adom az üveget, és vizsgáld meg. Van-e rajta bármilyen bevágás? Nem látom. Ez egy kis szuvenír neked. Köszönöm. De, hogy ne csak egy üres kepis üveget kapsz szuvenírnak, megbeszéltük a kepivel, és egy hónapra elegendő kepi gyümölcslé készletet fogtok kapni. Köszönjük, hogy a gyerekeknek szépen. Egy kicsit szebben induljon a reggel. Köszönjük szépen! Ez egy nagy kihívás anyának lenni számomra. Nagyon sok mindent úgy kell rendezni az életbe, hogy a gyerekeknek jó legyen. Levente is heti 3-szor jár edzésre, őt mindig vinni kell. Hétvégenként vannak versenyek, akkor korán reggel felkelünk, indulunk a versenyre, pakolni kell neki a ruháit. Nagyon unalmas lenne szerintem az életem nélkülük, és nem is szeretnék úgy élni, hogyha ők nem lennének.
Anyák napja alkalmából még egy nagyon speciális trükköt hoztam neked, amivel szeretnélek ma elvarázsolni. És csak hoztam magammal egy csomó ilyen virágos képeslapot. Különböző egyszínű, többszínű virágcsokrok, rózsától, liliomon keresztül, krizanténon át, rengeteg különböző virág van itt. Különböző virágos képeslapok vannak rajta, színes virágcsokrok, vannak kevésbé színes virágcsokrok, csokorba kötve, nem csokorba ültetett virágok, egyszínűek, többszínűek, összesen 30 teljesen különböző ilyen virág. Ezeket egy picit össze fogom keverni. Picit összekeverik a virágokat. Egyiknek a hátát megérintenéd. Ő legyen? Igen. Változtassunk, vagy maradjon nála? Maradjon. Maradjon nála? Kérlek, hogy vedd el ezt a képeslapot, és nézd meg, hogy milyen virágot választottál. Szép. Szép virág? Bármelyik képeslapot, bármelyik virággal kiválaszthattad volna. Na most én a trükk befejezéséhez egy kis segítséget fogok kérni. Méghozzá nem mástól, mint az egyik kislányodtól. Egy kis segítséget fogok kérni. Méghozzá nem mástól, mint a fiattól. Méghozzá nem mástól, mint a fiattól. Boldog anyák napját! Mit csinál? Ez hogy? De ez ugyan olyan, mint a kép. Ezt honnan tudtátok? Boldog anyák napját! Igen, az volt. Köszönöm szépen. Boldog anyák napját! Jaj, köszönöm szépen! Úristen, köszönöm! Ez teljesen ugyanaz! Teljesen ugyanaz. Még egy anyukát mindenképpen meg kell, hogy ma látogassak, a saját édesanyámat. Édesanyámmal nekem nagyon szuper kapcsolatom van. Mindig ott volt mellettem, és mindig bíztatott. Életem legnagyobb próbatételén, a pekingi bűvészvilágbajnokságon, ahova bár nem tudott kiutazni velem, de lélekben végig velem volt. Minden nap beszéltünk telefonon, és tartotta bennem a lelket. És miután elhoztam a kategória világbajnoki címet és az abszolút nagy díjat is, ő volt az első ember, akit felhívtam, hogy elúságoljam neki a nagy hírt.